Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Megint a magyarás X-Monad verzióval fogunk foglalkozni, az alapok 2-vel. Ez a harmadik rész, hiszen az első egy agitprop rendszerű elbeszélés volt, hogy miért érdemes használni, miért jó ez, mit kapsz, meg megnézzük a kinézetet. Igazából az érdekesség volt, meg hát hogyan néz ki. Hát persze, jól néz ki, nagyon izgalmatos, de a második részbe, ami az alapok egy volt, akkor már az alapokkal, a billentyű kombinációkkal foglalkoztunk, azután mehetünk tovább. Mehetünk tovább! Mivel? Első részben a Home Laci, persze a Laci a te felhasználói neved, pont profil rejtett fájllal fogunk foglalkozni, abba fogunk belenézni. Ezt érdemes átnézni, mert vannak benne olyan indítási részek, ez az autostartnak megfelelő fájl, amit vagy kikommentelsz, például az előugró PDF-et, amit mindig megkapnál rendszerindításkor, hiszen autóindításban bent van, autostartban bent van, megkapnál, azt kikommenteljük, mert nekünk már nem kell, hiszen megtanultuk a benne lévő dolgokat, illetve hát nyilvánvalóan ki lehet ezeket egészíteni különböző egyéb számodra indítandó programmal. A profilfájt megnézzük, abba is érdemes pár dolgot megjegyezni, kettőt. Ott tudod megadni a globális változók egy részét, azaz ilyen változót, hogy mi az editorod, mi a kedvenc terminálos editorod, meg tudod adni, hogyha hivatkozik valami, akármelyik program a terminál változóra, akkor melyik terminált vegye ő alapértelmezetnek, azaz ilyeneket tudsz megadni, meg természetesen az elérési utak megadása igencsak fontos és hasznos eszköze a Linuxnak, hiszen az elérési út megadása nélkül ő bizony csak az alapértelmezett elérési utakba fog keresni, hát aztán az nem biztos, hogy abba lesz a te kedvenc programod, azaz ezt érdemes megnézni, és utána már lazulunk, azaz az ablak elrendezéseket fogjuk megnézni, illetve pár szóba emlegetem az ablak elrendezéseket, plusz megnézzük, hogy hogyan lehet megnézni azokat a billentyű kombinációkat, amiket nem tudsz, nincsenek benne a PDF-be, mivel hogy ez bizony hát csak egy alap PDF, de hát természetesen meg fogjuk tudni nézni a szöveges konfigurációs fájlba. Adok egy-két gondolatot arra, hogy mit nem kéne vala a fájllal csinálni. Igen, megnézzük, kipróbáljuk, illetve egy picit már a következő részre az SXHKD, mármint gyors billentyűbeállításos, különálló fájlra is rá fogunk nézni azért, hogy megtanuld azt, hogy nem azt kell várni, hogy valaki mindent le fog neked írni, ha például az én konfigurációs fájlomat használod, és akkor az összes billentyű kombinációt le fogja valaki neked írni. Nem fogom én leírni neked, meg más se, amit internetről összeszeregetsz, hanem a konfigurációs fájlok olvasásának a gyakorlatát egy kicsit szeretném átadni. Nem másra kell várni. Minden, ami kell, bent van a konfigurációs fájlokba. Na, induljunk is neki ennek a mai napnak. Első körben természetesen mindenki látja azt, hogy van egy üdvözlő képernyőnk, amiben a múltban, az előző részben megbeszélt PDF-et találjuk. Ezt jó lenne eltüntetni, gyakorlatilag természetesen el tudjuk ezt tüntetni minden gond nélkül a Windows Q billentyűvel, de minden indítás után újraindul. Ezen fogunk az első körben segíteni, illetve megismerjük a beállító fájt, az auto start fájt, amit nem így hívnak, de fogadjuk el, hogy ez egy automatikusan indítandó programokkal foglalkozó fájl, aminek a beállítását testre érdemes szabni. Ezt ki fogjuk egészíteni, illetve ki fogjátok egészíteni, ha számotokra valami egyéb dolog kell, automatikusan elinduljon, amikor az X-Monadot el fog indulni, és utána már kényelmes környezetben fogsz tudni dolgozni. A lényeg, hogy ezt a automatikusan indító eszközt, ezt a PDF-et le fogjuk tiltani. Ez lesz a példánk. Nézzük is meg, hogyan lehet az X-Monad alatt, a magyarárcs X-Monad alatt előkeresni a beállító fájlokat. Ennek kettő darab útja van, az egyik az, hogy megnyomod a Windows F
kettes gombot, amihez hozzá van kötve ez a kis scriptecske, ami egy előválasztási panelt ad, azaz az aliasok, basok, profil, VFM, akárminek a beállító fájlját meg fogja nyitani. Nézzük meg, az X profilt fogjuk megnyitni, és leenterezzük, és megnyílik a panel, és látjuk, hogy a Subl 3-as szerkesztőprogramot kötötték bele, azzal nyittatták meg ezt. Ez egy nagyon kényelmes módszer azokra a fájlokra, azokra a konfigurációs fájlokra, ami előre ebbe a scriptbe bent van. Természetesen ezt a scriptet lehet változtatni is, hiszen egy scripthez hozzáférünk, és tudjuk azt, hát hogy is mondjam, átalakítgatni, és érdemes felmenni a honlapomra, a blogomba, a videó alatt ott lesz a blognak a linkje, és megkeresni azt a cikket, ami azzal foglalkozik, hogy azt az adott scriptet, amiről én beszélek, az AdConf nevű scriptet, az hogyan érdemes átalakítani. Én beletettem a végére egy darab sort, ami azt adja, hogyha elindítom a programot, scriptet, és megnyitok vele egy konfigurációs fájlt, egy automatikus mentést tesz. Mindig, ismétlem, mindig tegyétek meg azt, hogy szerkesztés előtt egy mentés más néven, vagy akármilyen módszerre, akár fizikailag átmásolva, egy pendrive-ra, vagy bármi módszerre egy biztonsági mentést csináljatok a konfigurációs fájlokról, arról, amiket ti szerkesztetek, mert különben, ha valamit nagyon eltoltok, akkor nem fog elindulni rendesen a rendszered. Oké, ez volt az egyik módszer, a másik módszer szintén nagyon egyszerű, megnyitunk egy akármilyen általad kedvelt fájlt kezelőt, oda mész az adott fájlhoz, oda megyünk az adott fájlhoz, megkeresgéljük, az X profil itt van, a másik, amit szerkeszteni fogunk a profil X nélkül, itt van, és erre rákattintva jobb egérgombbal kiválasztjuk a kedvenc szerkesztőnket, azt el fog indulni vele, megnyitja és kész. Oké? Tehát ez a lényeg számunkra, hogy meg tudunk nyitani egy fájlt, egy konfigurációs fájlt. Na, menjünk vissza a szerkesztő módba, megkeressük, melyik asztalra tették rá, erre a pipettás asztalra. Azt, hogy melyik program melyik asztalra fog kerülni, melyikhez kötjük hozzá, hogy automatikus indításkor arra automatikusan rátegye, azt majd későbbiekben megbeszéljük, tehát ezen tudsz változtatni, hogyha nem szeretnéd azt, hogy ABC asztalra rakja ki mondjuk ezt a kis szerkesztőprogramot, vagy a fájlkezelőt erre a mappa jelzésű asztalra dobja automatikusan, akkor természetesen azt meg tudod változtatni, tehát magát, a rendszert testre tudod szabni, én mindig az alapbeállítások, na jó, inkább így mondom, az esetek legtöbb részében az alapbeállításokat akarom megmutatni, hogy el tudj indulni. El tudj indulni, és utána tudjál ezzel valamit kezdeni, tudd, hogy mit, hol kell megfogni, megnézni, megpiszkálni arra, hogy te testre szabd. De hát ez nyilván egy kis ismeret kell. Oké, az X-profilt megnyitottuk, ez az autostartért és egyéb funkciókért felelős fájl. Ez elindít dolgokat, ki van kommentelve, igaz angolul, a fájl, tehát itt el tudsz igazodni, vannak sorok, egy sima SH, azaz shell script szerűség, ami nagyon-nagyon egyszerűen szerkeszthető. Set BG és mögötte ez az etiel azt jelenti, hogy hát beállítja a háttérképet. Ez gyakorlatilag jelen pillanatban nem kell hozzányúlni. Az, hogy a háttérkép az milyen, az jelen pillanatban nem érdekel bennünket. A későbbiek folyamán, ha nem tetszik, átálogathatod a Set BG-t, és utána bármilyen képet oda tudsz tenni. Én a magyarástól eltérően egy szürke hátteret szoktam használni az utóbbi időbe, ami nagyon egyszerű, nincs háttérkép, nincs mit nézni, és nincs zavaró dolog, de mondjuk ez a magyarácsos háttérkép is nagyon kellemes, nem egy rikító, csicsás, akármi. Oké, SXHKD, ops, már le is vonjuk azt a következtetést, hogy a magyarács az SXHKD-ba rakja, ez egy gyors billentyű kezelő program, megint a blogomra hivatkozok, menjél föl, keres rá, és meg fogod ismerni ennek a beállítását, meg még bele is fogunk majd a későbbiek folyamán nézni a magyarácsosba, azaz ezt az SXHKD démont háttérbe futó folyamatot elindítja, ezt mindenképp indítsd el, és ezt a sort, hogy SXHKD jegyezd meg,
mert hogyha véletlenül menet közben lehal a gyors billentyűzésed, azaz nyomkodod a gyors billentyűt és nem megy, akkor vagy ez a démon, ez a háttérbe futó eszköz döglött meg, állt le valami miatt, és újra kell indítani, azaz először kill all SXHKD parancsal leállítod, megölöd ezt a dolgot, és utána elindítod, hogy SXHKD, hogy újra induljon ez a rendszer. Ebbe a fájba, majd megmutatom a későbbiek folyamán melyik fájba, tudod szerkezgetni a gyors billentyűket, ha épp abba szeretnéd a gyors billentyűzést megoldani. Az X-et rót, az pedig a kurzort, a terminálban lévő villogó bigyót állogatja be. Uncluster ez a egérrel kapcsolatos dolgot állítja. Utána van egy sor, ami ki van kommentelve, ez a PIKOM. Ki van kommentelve a PIKOM-nak a fáj elérési útja, nem kell megijedni, utána később szépen megkapod a PIKOM beállítására vonatkozó dolgokat. Térjünk is ki rá, hogy mi az, hogy PIKOM. A PIKOM adja az árnyékokat, meg egyéb ilyen átlátszóságot, egyebek. Kettő fajta beállítási lehetőség van. Itt is ellentétes az elképzelésünk, az enyém, illetve a magyar rácsosoké. Nézzük is meg, ők hogyan oldották meg. Ők egy soros megoldást használnak, azaz parancssorszerűen egymás után leírják a PIKOM-nak a beállítását. Látjátok, szép, hosszú beállítása van. Azaz, hogyha te magyar rácsot használsz, egy hosszú, egyenletesen elosztott, de hát első körben nehezen értelmezhető, ha utána olvasol, akkor természetesen már könnyebben megy, beállítási módot kapsz. Itt állogatod az árnyékokat, átlátszóságot, az átlátszóság kivételét, látható, hogy azért vannak itten kivételek is, ezzel szabályozod azt, hogy milyen árnyék legyen, milyen átlátszóság, melyik programban legyen átlátszóság, melyikben nem. Ez is egyik út, tehát hogyha te szeretnéd az árnyék méretét megváltoztatni, akkor ebbe a sorba fogod tudni megtenni. A másik irány, amit én szoktam követni, és hogyha felmentek a honlapomra, el is tudjátok olvasni az erre tett beállítási gondolataimat. Bizony, tegyük egy fájba ezeket a beállításokat, és ne egy ilyen hosszú, egysoros megoldással próbálkozzunk beállítani, hanem a konfigurációs fájba legyünk szívesek szépen, listaszerűen beírogatni azokat a dolgokat a megfelelő helyre, amit el szeretnénk kérni, hogy melyik a jó. Totál egyforma. Van, aki az egysorosat szereti, és van olyan ember, aki listább, a fájlosabb, a hosszabban kifejtett beállítási lehetőségeket szereti, ami a PIKOM konfba való szerkesztés jelent. Hogy melyiket használod, az a te dolgod. Ha kikommenteled a PIKOM sort, ezt is, akkor nem lesznek árnyékok, nem lesznek átlátszóságok. Tehát, hogyha zavar téged az árnyék meg egyéb, akkor ezt a sort kikommenteled, azaz egy kettős keresztet fogsz a sor elé tenni. Oké, lépjünk is tovább. Hát természetesen a Dunstot már ismerjük, hiszen már volt róla videó, meg irogattam is róla, kedvenc értesítől megjelenítő eszközöm, amit érdemes testre szabni, ahogy egy régebbi videóba bemutattam, leírás is van róla, szabjuk testre, keressük meg a beállító fájt, aztán abba lehet irogatni, nagyon elrontani, nem tudod, legfeljebb nagyon ronda lesz, vagy nem jelenik meg a Dunst. De mivel mi mindig csinálunk a beállító fájlról egy másolatot, visszaállítjuk a régit. Azaz a Dunst sor adja az értesítéseket, annak a megjelenítését. A következő sor a Schlepp 1-es, atya Isten, most alvás lesz? Nem. A Schlepp 1-es az azt jelenti, hogy oké, lefut, elindítja a Dunstot, ezt a háttérbe futó folyamatot, és utána várjon egy másodpercet, és utána indítsa el a Polybarnak a indító eszközét, a szalaus, azaz indító SH-ját, a Polybart indítjuk. Oké, miért kell egy másodpercet, vagy lassabb gépen több másodpercet beállítani? Azért, mert amikor a gépet, illetve a rendszer, az X-monád elkezd indulni, ezeket elindítja. Ezeket elindítja mindent egyszerre, mind a villám. És vannak olyan hosszabb energia, illetve erőforrás igényesebb indítások, amint hát jobb lenne egy kicsit késleltetni, és betettek
2 darab olyan programot, amit később indítson el, 1, illetve 2 másodperccel később, slep 1-es és elindítja. Ha a polibárodat nem akarod indítani, mert neked nem kell, akkor természetesen ezt ki tudod hashtagelni, tehát kommentelni, egyértelmű. Ha pedig azt tapasztalod, hogy nem indul el a polibár, nem jól indul el a polibár, első körben nem a készítőnek kell szidni a felmenőit, hanem mit kell csinálni? Följebb veszed 1-5-15 másodpercre, és utána kicsit később indul el. Lehet, hogy lassabb a gépet, torlódnak a feladatok, és akkor problémát okozhat. Lényeg az számunkra, hogy első körben ezzel kéne babrálni, hogyha nem indul el a polibár jól. Természetesen. Ha pedig azután se, hogy 10-15 másodpercre fölveszed, és vársz 10-15 másodpercet, hogy észleled, hogy elindult vagy nem, ha azután se indul el, akkor természetesen a Discord csatornán érdeklődni kell, hogy miért nem indul el, de nekem mindig elindult, azaz ilyen tapasztalatom nincs. Lassabb gépeken kell egyébként csak feljebb venni. A konkit kikommentelték, éppen nincs konki beállítva, nyilvánvalóan, hogyha te konkit szeretnél indítani, akkor a konki elől kiveszed a hashtaget, a kommentet, aztán utána el fog indulni a te beállításoddal. A következő sor, ez egy nagyon-nagyon fontos ő, ami ki van kommentelve, ő adja meg azt a beállítást, ha 2 darab monitorod van, akkor le kell futtatni például az ARAND parancsot, annak a kimenetét ide bemásolni, hogy olyan legyen a monitor felbontása, elhelyezkedése egyebe, mint amilyet te szeretnél. Nekem természetesen ez a saját rendszerembe be van állítva. Erről már volt szó, volt cikk, egyébként is 2 monitor, 3 monitor, 4 monitor, simán kezeli az X-Monad, elég érdekesen kezeli, mert ő nagyon mohó, és mindent szeret magának behabzsolni, és ő elhelyezgetni az ablakokat, de egy idő után meg lehet szokni ezt az elgondolást, hogy ő egy mohó X-Monad, és aztán minden monitorra ő szereti a saját elképzelése szerint, ami egyébként logikus, elhelyezgetni az ablakokat. Azaz, hogyha több monitorod van, vagy nem a natív felbontást szeretnéd használni, hanem kisebbet, ha pedig szeretnéd a saját monitor beállításokat megtenni, akkor természetesen az ARAND X-Randral tudod ezt megtenni, ilyen vagy ehhez hasonló sorral. Azt ne csináld, hogy ezelől kiveszed a kommentet, tehát a hashtaget, mert nyilvánvalóan más nevű a monitorod, más felbontású, abból csak kavarsz lesz, és jobb, hogyha azt nem piszkálod, tehát ezt nem átírod, nem ezt bántod, hanem a saját magadét az ARAND parancsal elkészíted. A következőt mindenképp hagyd bent, a Polkit, Gnome, akármit, mert ez az a démon, ez az az eszköz, ami háttérbe fut, és hogyha te valami olyat szeretnél csinálni grafikus felületen, például telepíteni a grafikus programmal, akkor ő fogja bekérni a jelszót, ha ez nem fut, akkor a jelszó megadására nem ad neked lehetőséget, és azt fogja kérni, hogy hát valami, hát nincs jogosultságod, vagy ezt használod, vagy az összes ilyen grafikus dolgot már előre emelt joggal indítod. Azért jobb, hogyha ez fut, és akkor nincs baj, egy kis panelt kidob, hogy hát már ért be a jelszót, mert hát az köl. Oké, ez nagyon kényelmes. Az X-Wallpaper háttérkép állogató dolog, éppen nem ezt használják, de bent maradt, ki van kommentelve. Slep 2S, 2 másodpercet várjon, Zatura, induljon el, a magyarás X-Monad PDF-et indítsa. Na hát ez az a sor, amire nekünk már a harmadik indítás után egyáltalán nincs semmi szükségünk, így bizony fogjuk, Alt Grün, azaz a jobb alt gombot megnyomjuk, meg az X-et, mert ott van a hashtag jelünk, megnyomjuk, és el is tűnt, kikommenteltük, utána már csak egy darab dolgunk van, lementjük. Ezzel megadtuk a rendszernek azt, hogy minden induljon, ami kell, kivéve ez a slep 2S Zatura. Ebbe a fájlba kell beírni az adott elképzeléseidet, hogy mit szeretnél indítani. Például indíthatod a torrent letöltőnek a démonját, hogyha nem program, hanem démont szeretnél használni, indíthatsz akármilyen egyéb háttérbe futó programokat, elindíthatod a Discordot ebből, hogy automatikusan elinduljon, vagy akármilyen programot. Tehát, hogyha bármit szeretnél indítani, ebből
a fájból tudod megtenni legkényelmesebben. Van más megoldás, akár az Xmonadnak a saját konfigurációs fájlába is indulhat onnan egy automatikusan indítandó program, vagy ebből is meg tudod tenni. Ez egy picit gyorsabbá teszi, hiszen ez azonnal indul. Azonnal indul, mielőtt az Xmonad ébredezni kezd, azaz egy picit gyorsabbá tudod tenni a rendszeredet, nem fogod észrevenni. Tehát nehogy azt hitt, hogy egy 100 éves gépen, ha ide írod be az automatikusan induló programokat, akkor villámgyors lesz. Nem, csak egy picit lesz gyorsabb, de érdemes egy helyre összerakosgatni ezeket a dolgokat. A PDF végén volt olyan, hogy pont profil, és hivatkoztak arra, hogy ebben rengeteg beállítás van, és hát az általános beállítások itt történnek. Hasonlóképpen el tudod az előbb bemutatott kis scriptecskével, azaz a Windows plus F2 gombbal indítani ennek a szerkesztését is, de itt is felhívom a figyelmet, hogy egy mentést azért tenni kéne róla, mert hogyha ezt eltolod, itt aztán lehetnek komolyabb gubancok. Nézzük is meg ennek a fájlnak a felépítését. Szintén lehet látni, hogy a felépítés nagyon egyszerű. Egyszerű szöveges felépítés, azaz különösebben nem is kell ehhez programozói ismereteket összeszedni. Mit tartalmaz ez a fájl? Ez a fájl akkor kell szerkeszteni, hogyha az alapbeállításaid nem megfelelőek, azaz nem úgy szeretnéd használni a rendszer teljes mértékben azokkal az automatikus programokkal, alapértelmezett programokkal, amivel a magyar rácsosok használják. Na hát, kezdjük azért ezt sorba. Export path. A path azaz az elérési út, ami azt fogja neked megmondani, mármint a gépednek, hogyha te bejutsz egy parancsot, ebben a könyvtárban keresd a parancsot, ezekben a könyvtárakban keresd a parancsot. Ha valamelyik könyvtár, amiben te elindítanál egy scriptet, nincs bent, akkor az a script nem fog automatikusan lefutni, oda kell menned a könyvtárba, belépni a könyvtárba, és abból elindítani a scriptet, vagy az egész hosszú elérési útvonalat megadni, és a végén ott kell lenni a scriptnek, programnak, akárminek a neve. Hát bizony ez nem kényelmes, ezért bizony kitalálták a patot, az elérési utat. Van egy csomó alapértelmezett elérési út, és ezt tudod te kiegészíteni. Hogyan egészítették ki a magyar árcsosok ezt az elérési utat? Nem bonyolult a dolog, bár úgy néz ki. Azt mondják, hogy légy szíves a pat változóba, ami ezt tárolja a gép agyába, beletenni az eddig ismert a gép által ilyen-olyan rendszerbe, ilyen-olyan helyen megadott patokhoz. Legyen szíves hozzátenni a home, ez a te saját könyvtárad, pont lokál per bin könyvtárat is tett hozzá. Már ott is lehetnek parancsok, és légy szíves ott is keresni parancsot. A magyar ács ide helyezi el azokat a scripteket, illetve ennek az alkönyvtárába helyezi el azokat a scripteket, amiket ő neked ad. Tehát, hogyha valami olyasmi van, amit te változtatni szeretnél egy-egy scripten, egy-egy programon vagy egyében, ami a magyar ács ad, akkor természetesen nem máshol keresed, hanem a pont, lokál, per bin, per akármilyen könyvtárba. Logikus nevekkel, logikus könyvtárnevekkel, fájlnevekkel van ellátva a magyar ácsos cuccok, tehát itt azért problémád nagyon nem lesz. Ez a hosszú és egyéb krikszkrakszokat tartalmazó akármi, pedig azt mondja, hogy oké, hozzá kell adni a pont lokál per bint is az elérési úthoz, mert hát ott is kereste légy szíves a programokat, de ez az egész hosszú beírás azt adja hozzá, hogy ne csak a per bin könyvtárba, hanem annak az összes alkönyvtárába légy szíves keresgélni a cuccokat, azokat a programokat, aminek a nevét én megadtam. Ez a legegyszerűbb dolog, egy fő könyvtárszerű. Képzeld el a per bin könyvtáradat, és utána természetesen majd ő megnézegeti az alkönyvtárakat is, azaz nem kell megadni az összes alkönyvtárnak a nevét, és elfelejteni egyet-kettőt, és bosszankodni, hogy valami nem indul, hanem ezzel a kis egyszerűnek tűnő, bonyolult kis leírással megmagyarázzuk a gépnek, hogy alkönyvtárakba is létszeres belekukkantani, azt is vedd fel a padba. A következő természetesen egyértelmű, hasonló,
gondolat mentén van elkészítve a következő sor, az X-monád futtatható állományának megadják az elérési útvonalát, ezt természetesen meg kell, hogy elinduljon az X-monádunk, és a szervermód is abban a könyvtárban lévő fájllal fog foglalkozni, azaz megadják, nyilvánvalóan, hogyha te saját könyvtárat szeretnél megadni, mint például én, a saját scriptjeimet nem a home.local per binbe rakom, hanem a home per binbe, tehát a lokált én kihagyom, egy alkönyvtárba rakosgatom be a saját scriptjeimet, akkor ide új sort csinálsz, és szépen hozzáadogatod azokat az elérési utakat, ami neked fontos. Ide érdemes beilleszteni azokat a program könyvtárakat, tehát amivel programok vannak, ami globálisan használandóak, és igazából el lehet ezeket helyezni a BASH-RC-be, ZSH-RC-be, meg egyéb fájlokba is, de érdemes, legalábbis meglátásom szerint, és ezzel a gondolattal élnek a magyar ácsosok is, érdemes egy helyre ide belepasszírozni, az összeset felsorolni, egy helyen megvan minden elérési utad, és nem egyik itt, a másik ott, a harmadik, meg megint egy harmadik fájba, máshol is el lehet helyezni, ide a legkönnyebb, legegyszerűbb, inkább így mondom. A következő sorok az editortól a fájlig, ezek olyan sorok, amik megmondják, hogy légy szíves, ha én úgy hivatkozok valamire, hogy editor változóra hivatkozok valahol, akkor az nvim karaktersort, azaz a neovim parancsot légy szíves lefuttatni, azzal indítsd el. Ha én terminál változóra hivatkozok akárhol, akármelyik fájlba, amiben tudok hivatkozni egy globális változóra, akkor bizony az Alacrity nevű eszközt, terminál emulátort légy szíves abba behelyettesíteni és azt használni. Ha neked az editor, mármint a terminálos editorod nem az NVIM, hanem például a Nano vagy akármi más, akkor érdemes azt itt átírni, és globálisan, ha hivatkozik bármelyik program az editorra változóra, akkor nem az NVIM-et, hanem a Nano-t fogja meghívni. Logikus, nem? Ezeket érdemes átnézni, mert például az editor nekem nem ez, a fájlkezelőm nyilvánvalóan nem ez, és ezeket én át szeretném írni, és meg tudom tenni. Tehát globális változókat itt be tudsz állítani, nem csak ennyit, tudsz még többet is összehozogatni, és sajátokat is össze tudsz hozni, de lényeg a számunkra, hogy az editort, a terminált, a keresőt, illetve hát a böngésződet, a readert és a file manageredet itt át tudod írni. Ehhez a két sorhoz igazából nem kéne hozzányúlni, ha nem tudod, hogy micsoda, ő a GTK2-es témáknak az elérési útvonalát adja meg. Pontosan, nyilvánvalóan általános elérési útvonal, de jobb, hogyha explicit is megvan adva, és akkor a témázás, a témák beállítása, a GTK2-es témák beállítása itt könnyebb. Az MPD, ez a zene lejátszónak a fájlja megadása, én igazából nem szoktam ezt használni. A les és a manoknak a színeit adja meg, hozzá ne nyúj, természetesen jó. A következő rész az MPD-hez tartozó, ehhez sem kellene hozzányúlni. Az utolsó rész pedig természetesen, hát a nevéből is látszik, azt adja meg, hogyha te a magyar ácsos képmentős scriptet használod, akkor hova kerüljenek a képernyő képmentések, azaz ezt sem érdemes nagyon-nagyon piszkálgatni. Ha idáig nem aludtatok el, direkt előre vettem az unalmasabb részt, persze érdekes és hasznos, és kell a konfigurációs fájlokat ismerni, de hát igazából nem mindenkinek a kedvence a konfigurációs fájlok nézegetése. Nézzük is meg, milyen elrendezéseket, layoutokat ad a magyarás alapbeállítás. Azért mondom, hogy alap, mert ezeket a beállításokat, hogyha felmész az X-monád oldalára, különböző egyéb modulokkal tudod bővíteni. Tehát végtelen számú, körülbelül 2-3 tucatnyi beállítás van, amit te meg tudsz tenni, bele tudod tenni az adott konfigurációs fájlodba, be tudod konfigurálni. Van, amelyiket könnyebb, van, amelyiket nem. Azaz maradjunk annyiba, hogy első körben a magyar ácsos beállítást légy szíves megismerni. És hogyha erőteljes hiányérzeted van, hogy ilyen panelbeállítás nincs, ilyen layout beállítás nincs a magyar ácsba, akkor kezdj el abba
a halomba turkálni, amiben szépen leírják, hogy mit hogyan kell beállítani, mert vannak nagyon egyszerűen, és vannak nagyon bonyolultan beállítható layoutok is, elrendezések is, azaz maradjunk első körben az alapbeállításnál. Ezt a beállítást ismered, van egy főnök, egy mester, és van kettő szolga panelod, amelyik között tudsz váltani. Ez nagyon kényelmes, sokszor használható, illetve természetesen ide akármennyit el tudsz rakosgatni. A beállítások, a layoutok között úgy váltogatsz, hogy fogod a Windows gombot, és a Space-t megnyomod, és átugrottunk egy másik, egy következő beállítási lehetőségre. Ez az én személyes kedvencem, mind a három ablak, mind a három program teljes képernyőn, ilyen kis fülekkel jelenik meg. Nagyon-nagyon praktikus, nagyon kényelmes, hiszen az ablakok nagyok, a váltás egérrel villámgyors, és természetesen itt is használhatod a Windows Tab beállításos lehetőséget, tehát azzal tudsz léptetni, azaz egérrel is kényelmes léptetni, a programok között váltani, és a billentyűről is tudod vezérelni. Nagyon-nagyon jó, személyes kedvencem. Az, hogy itt felül vannak a fülek, az csak egy dolog. Ennek a layoutnak a beállítása jó hosszú leírást tartalmaz, oldalra is tudod tenni a füleket, elég bénán néz ki, és elég sok ablak részt el fog foglalni, hiszen nem függőlegesen lesznek a fülek, hanem vízszintesek, és akkor a látható képernyő, hasznos képernyő ekkora lesz, de ugyanezt meg tudod ezen az oldalon is tenni, hogy ott legyenek a fülek, és alulra is oda tudod irányítani természetesen a füleket. Itt a beállítás lehetősége végtelen. Nagyon-nagyon jó ez a füles beállítás, aki E3-ast használt, annak nagyon kellemes lesz az, hogyha itt a füleket, a fülek elrendezését, azok funkcióját végtelenségig tudod rendezgetni. Itt tabed egyszerű beállítással meg tudsz tenni nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Oké, ez már haladó szint, elolvasod a leírását, aztán rájössz, hogy legjobb fölül-alul, aztán nem kell túlzásba vinni. Nézzük is meg a következőt, megint megnyomjuk a milyen gombot, természetesen a Mode M gombunkat, ami nevezetesen most a Windows gomb, és megint egy space-t ütünk, következő full teljes képernyős beállítás, ez nyilvánvalóan kényelmes, nincsenek fülek, nem osztott a képernyő, hanem az egész monitorodat elfoglalja, kivéve a bárodat, elfoglalja ez a kinézet. Itt is a Windows tabbal tudsz váltani, profi, nem? Egész monitorodat kihasználod, mohó a beállítás, azaz ahova ő befér, elfér, azt el fogja foglalni. Hát ennek a hasznát nem kell nagyon ecsetelnem, hiszen azért veszünk nagy monitort, hogy a programokat nagyba lássuk, ne egy 14 colos kinézetbe, vagy osztott képernyőn. Franco! Azt hiszem, ezt nem is kell tovább ragozgatni. Lépünk tovább. A következő beállítás. Hoppá! Ez ugyanolyan, mint az előző, tehát az alap beállításunk. Van egy főnök, és van kettő darab szolga panelunk, aki kiszolgálja az igényeinket. Nagyon-nagyon kényelmes, pontosan ugyanazt a funkcionalitást adja, hiszen annak a tükrözése, bár ez a tükrözés szerintem nem igaz, inkább 90 fokos elforgatást jelentene, de gyakorlatilag tükrözésnek, mirrornak nevezi a beállító, már bizony ő a mirror, aztán így néz ki. Nézzük meg a következőt, Two panel. Kettő panelt látsz, és úgy tűnik, mintha ellopták volna a harmadik panelunkat, pedig nem. Itt is megvan a fő panel, és itt is megvan a másik oldalra elhelyezett kettő darab kicsike kis panel, és itt is úgy váltogathat tabbal, mint ahogy megszoktad, és változik. Ez azért kényelmes, hogyha itt neked nagyban, tehát fele monitorban, mert ez a beállítás van jelen pillanatban, de ezen tudsz változtatni. Nyilván a panelok méretét tudod változtatni beállításokkal. Na, lényeg az, hogy van egy főpanelunk, és mellette ott van a kettő darab egymásra helyezett, mélységében egymásra helyezett kis programocskánk. Itt lehet több is, ezzel valamit csinálunk, és váltani tudunk
a segédpaneloknál. Például sugot tudunk váltani, itt van a leírás, és utána szerkesztjük a szöveget, és rakosgatjuk a dolgokat. Nagyon kényelmes. Szerintem sok esetben kényelmesebb, mint a alapbeállítás, hiszen nagyobb a szolgapanelnak a kinézete, és a hátránya természetesen az, hogy egy szolgapanelt látsz. Tehát erre figyeljünk, hogy azért a kettőnek, eredeti osztásnak, meg a tvópaneles osztásnak megvan az előnye is, és hátránya is. Nézzük meg, hogy van-e más, nincs, és a szokásosra visszatértünk, azaz ilyen körbe fog menni. Körbe fog menni a beállítás, és eljutsz odáig, ahonnan elindultál. Érdemes ezt egy kicsit gyakorolni, mert nagyon-nagyon hasznos. Mivel a layoutokat egy kör mentén képzeld el, egymással körbe tudod rendezgetni, tehát váltogatni, egymás után jönnek. Nyilvánvalóan nem mindig ez a legkényelmesebb, hanem vannak olyan elgondolások, hogy én azonnal szeretnék az alapértelmezetre lépni. Erre arra is van billentyű kombináció, vagy szeretnék átlépni egy megadott elrendezésre, nem körbejárni, tehát win és space, 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 és eljutsz odáig. Jó, ahol 2-3 elrendezés van, ez nem egy nagyon izgalmas, de ahol többet is beiktattak a rendszerbe, tehát nagyon sok elrendezésed van, akkor már ez a Windows space, space, space nyomkodás egy kicsit unalmas szokott lenni, de nyilvánvalóan nem csak nekünk, ezért érdemes belenézni az Xmonad leírásába, a konfigurációs fájlban. A konfigurációs fájlban találsz meg minden olyan információt, ami számodra fontos. Gyorsan meg is nézzük az, hogy ez az adott, hoppá, látjátok, ez az adott ablak egy gombnyomása, három gombnyomása, hogyan változik arra a beállítása, arra a layoutra, ami nekem éppen kell. Hol találod meg? Én azért nem fogom felsorolni és lediktálni mind az óvodásoknak a layoutok gyors elérését, mert ezek a gyors elérési gombok, tehát a billentyű kombinációk a magyarásnál való. Oda vannak beállítva, de hogyha másfajta rendszert használsz, akkor nyilvánvalóan totál fölösleges megtanulni azt, hogy melyik gyors billentyűvel éred el a magyarácson ezt a layout beállításokat. Nézzük is meg, hogy mi az, ami számunkra fontos. Hát belenézünk, és azt látjuk, hogy bizony vannak ilyen beállítások, meg is mondom, hogy mi kész beállítást kell keresni, lapozgatsz, rengeteg ki van kommentelve. Két dolgot már észrevettünk. Ez egy kicsit összetettebb kinézetű konfigurációs fájl, mint a előzőek voltak, és a kommentek nem hashtaggel, hanem kettő darab mínuszjellel indulnak. Azaz figyelj arra, hogy ebbe a konfigurációs fájlba a hashtag nem fog működni, mint komment. És ez nagyon bosszantó tud lenni, hogyha valaki megszokta azt, hogy hashtag a komment, itt kettő darab mínuszjel, kettő. A Xmonad beállítása Haskell nyelven történik, amivel úgy kezdődnek a gondolatok, hogy Haskell nyelv, Go nyelv, akármilyen nyelv, beállítás, abban a pillanatban mindenki meggondolja azt, hogy mit turkál, mit írogat bele. Ezek a fájlok kényesek, nagyon kényesek. Egy véletlenül beütött vessző, amelyet járkál a kezünk, egy véletlenül betett space vagy tab, nagy gondot fog okozni, mert nem indul el a fordítás, mert ezeknél le kell fordítani egy billentyűparancssal az új konfigurációt, és hibát fog adni. Azaz mindenképp legyen egy mentésed, mielőtt hozzányúlsz, hogyha nézegeted a konfigurációs fájlt, akkor nem nyomkodod a gombokat, mert gondjaid lehetnek. Nézed a monitort, hogy ha véletlenül valamit bepöttyentesz oda, mert hozzáérsz a billentyűhöz, akkor azt azonnal kijavítod. Azaz, nagyon-nagyon oda kell figyelni, még a nézegetésnél is, mert hamar bekerül egy vessző, egy betű, odaava nem kellene, és akkor sírni fog a rendszered, és azért első körben nem biztos, hogy hamar és gyorsan meg fogod találni a hiba jelenséget, mit, hol ütöttél el. Oké, nézzük is meg, hogyan kell.
Hát első körben természetesen a mi case, a mi kulcsaink között fogjuk keresni, és látható, hogy mod M vesző XK aláhúzás M. A modem jelzi ezen a rendszeren a modem gombot, amiről már beszéltünk, amit hozzárendeltek a Windows gombhoz. Ez a hozzárendelés megtörténhet más gombhoz is, de ők úgy gondolták, meg a legtöbb ilyen. Úgy gondolja, hogy bizony a Windows gomb és megfelelő betűk lenyomásával jobb irányítani a rendszert, mert nagyon-nagyon kevés olyan felhasználói program van, ami a Windows plusz valamilyen betűt használja a saját beállításánál. Azt is észre lehet venni, hogy rengeteg kikommentelt sor van. Ezek azt jelezik, hogy például ezt vagy egyéb beállítást ők átpakolták egy másik fájlba, mert hát ők úgy gondolták, hogy az SXHKD fájlba érdemesek ezeket áttenni. Oké, lapozunk, és megkeressük, hogyha van a te konfigurációs fájlodba, a magyarásban van, Junto Lajut, azaz ugolj a Lajuthoz, és utána megnézed, hogy modem, van egy pont, egy jelválasztás pont, Shift Mask. Ezt lefordítom neked. Hát, hogyha én megnyomom a Windows gombot, meg meglepetésre a Shift gombot, tehát oda van írva, hogy Shift Mask, és a T betűt, K, aláhúzás T, T betűt, akkor ő jump, ugorjon át a Tabbed Seamless-re, azaz ki is próbáljuk, megnyomom a Windows, Shift-et, és meglepetésre T, Tabbed, és átugortunk arra a layoutra, arra a beállításra. Ezek után senkinek nem fog gondot okozni feloldani ezt a bonyolult mechanizmus, hogy mod, hát ez a jel, Shift Mask, XK, aláhúzás F, az pedig a full, azaz teljes méretű kijelzése. Ugrik Shift, Windows, F, és megkaptuk azt a kinézetet, innen eltűntek a fülecskék. Utána a modem Shift Mask G lenyomásával a grid, a rácsos elrendezés, a tal, mirror tal elrendezés, és a két panelos megkeresése nem fog neked gondot okozni. Azaz legyünk már annyira X-monádosok, hogyha nem tudunk egy billentyű kombinációt, amit sejtjük, hogy hát talán bent van, vagy bele szeretnénk írni, akkor nem sírunk, hogy jaj, nincs leírás, hanem megnézzük a beállító fájt, jelesen az X-monád HS-t, és nagyon óvatosan belelapozunk, beletanulmányozunk, és akkor már, hát bizony, ezt is fel tudod oldani, modem, space, hát mit csináltunk? Hát azt mondja, hogy next layout, a következő layoutot hoz már légy szíves előre, és természetesen ezt is fel tudjuk oldani, bár nem biztos, hogy olyan egyszerűen, de oda van írva, modem, shift mask, space, és az alapbeállítása fog ő ugorni, és utána ebben a pillanatban tudjuk ezt használni. A gondolat, hogy hogyan tudunk csinálni egy layouton lévő ablakból, programból levegőt, az természetesen nagyon egyszerű, és már volt róla szó, és ezt bemutattam, megnyomjuk a módosító gombunkat, a modemet, oda megyünk, amire kell, és azt szépen elmozgatjuk, megfogjuk és mozgatni tudjuk. Szuper, nem? Nagyon szuper. Megpróbáljuk most ebben a pillanatban a módosító Shift F gombot megtenni. Oppá, itt valami iszonyat nagy botrány van, hiszen mi ezt szerettük volna, ez van kijelölve nagyítani. Vegyük tudomásul, jegyezzük meg, van a layout, ez egy réteg. Ez az alap elrendezés, amiben vannak valamilyen elv szerint összerakva ablakjaink. És a lebegő az egy különálló állatfajta, az lebeg. Ezen réteg fölé kirántjuk ezt az adott ablakot, és lebegő ablakká nyilvánítjuk. Ez mindig, a lebegő ablak mindig a layout fölött van. Azért hívják lebegőnek. Azaz a lebegő ablakot természetesen nem úgy irányítod,
ahogy te megszoktad, a billentyű kombinációkkal, a layout beállítással. A lebegőablakot vissza kell nyomni, vissza kell kényszeríteni a layoutba, hogy ugyanúgy kezeld, mint az előzőekben megszoktad. Nyilvánvalóan erre van egy billentyű parancs, ami win és t. És visszanyomtuk a rendszerbe, és utána már ugyanúgy működik a beállító fájlt tartalmazó panelünk, ablakunk, mint idáig volt. Azaz ki tudod emelni a layoutból, a rétegből lebegővel, és Windows T-vel vissza tudod tenni. Nyilvánvalóan, hogyha te ebben a fájban elkezded keresgélni azt a parancsot, ami hát előbb mondtuk, hogy modem plusz T, hát modem plusz T, ebbe aztán olyan hód biztos nincs, ki van kommentelve. Hát azt mondja, hogy modem T az white focuset, tehát a fókuszált ablakot légy szíves visszanyomni. És ki van kommentelve, miért működik? Miért működik? Azért működik, mert ezeket a parancsokat, illetve a parancsok egy részét áthelyezték az SXHKD-ba, és hogy nehogy azt itt, hogy itten csak dumálok, megkeressük az SXHKD beállító fájlját, majd későbbiekben erről is lesz szó, ráenterezünk, meg is jelenik, most megnyomjuk a Windows Shift F-et, mi történik? Full elrendezéssel váltunk, és az SXHKD-nak a legalján vannak a vezérlő billentyűk, rendesen össze van rendezve egyébként, nagyon korrektül összerakott kis rendszer, és megkeressük push, nyomd vissza, a floating Windows back a T-link, tehát az elrendezésbe super T, ennek az elrendezése írási képe más, tehát a parancs maga más, tehát a super gomb plusz T, az Xmonad control, tehát ők már használják a server módot, és akkor a sync parancsot végrehajtja. Azaz, ha az egyik billentyű kombinációt, lehetőséget nem találod meg az Xmonad HS-be, mert hát az előbb azt mondtam, hogy abban sok minden megtalálható, és ott érdemes keresgélni, akkor légy szíves megnyírni az SXHKD RC-t, és ott bizony meg fogod találni a leírásba. De erre a következő részbe fogunk kitérni, ahol egy nagy egyveleggel fogunk kezdeni. Eddig hanyagolt, eddig háttérbe szorított, fontos, de kevésbé fontos beállításokról és érdekességekről fogok beszélni. Hát köszönöm szépen, hogy végigkínlottátok velem ezt a majdnem egy órát. Mindenkinek jó Xmonad próbálgatást kívánok. Kettő konfigurációs fájllal foglalkoztunk, mind a kettőben nézz bele. Természetesen az autostarthoz tartozó állományt sokat fogod használni, amíg be nem járatod magad, képére nem szabod, arra át nem alakítod a rendszert, oda azért be kell irogadni az automatikusan indító dolgokat, ami neked kell nyilvánvalóan, illetve a másikba a elérési útvonalnak a megadását érdemes, ha van, és lesz is szerintem, olyan könyvtár, amit szeretnél betenni, és oda be tudod írni abba a fájba azokat az alapértelmezett dolgokat, amiket akkor hív meg egy program, amikor azt az előtte lévő szöveget, terminál, például szöveget adja meg, mint változó. Ezt is érdemes beállítani, nyilvánvalóan testre szabni. A második részben megnéztük a layoutokat, mindegyiket egy kicsit megdicsértem, hogy miért jó, mire lehet használni. Nyilvánvalóan ezeket lehet bővíteni is a későbbiek folyamán, de az alapbeállításos pár ablakelrendezés bőven elegendő az indításhoz. Nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy megnézzük, ha valamit nem találsz meg gyors billentyű ügyileg, akkor először az Xmonad HS-be érdemes végignézni, hiszen oda bele vannak írva egy részbe a gyors billentyűk, illetve rámutatom, ha véletlenül ott nincs meg valami, akkor természetesen a magyar árcs alatt az SXHKD RC-be is érdemes belenézni, és bár angolul, de jól kikommentelt dolgot kapsz, hiszen itt szépen leírja a super plusz Q, az hát Xmonad control, kill parancsot indítja el, és a kill öld meg a ablakot, le van írva. Egyértelmű, igaz? Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó kísérletezést kívánok. Sziasztok!